próbáljátok meg nem belepislogni, jó? Okay. Mehet! Mindenki belepislogott, basszátok meg. Eddel azt a szart nem kell már kép, jó? Oké. Okay. Na de még be sem mutatkoztam, Rita Roland vagyok, te pedig Edward Cullen, Potter Albert és Broom Victor, te pedig Kurlak Flóra. Jó, kibasztak velem a Roland névvel a szüleim, mi? Eléggé. Szóval, tudjátok, hogy miért vagyok itt? Nem igazán. Nos, én azért vagyok itt, hogy megkérdezlek titeket bizonyos dolgokról. Dolgokról, amiket senkinek sem mondtatok még el. Titkokat, amiket más előtt szégyeltek elmondani, hát nekem elmondhatjátok, mert én vagyok a barátotok. Mi több, a legjobb barátotok? Más nem, mert azért fizetni kell. Akkor beszélgessünk egyet. Potter, te nagyon jelentkezel, gyere! Menj csak bejed nyugodtan! Jaj, menj már, itt kiöntheted nekem a lelkemet, nem bízol benne, Albert? Most legyek őszinte? Ne, csak menjél be és ülj le! Na, Albert! Most, hogy nyugodt körülmények között vagyunk, kedvesem! Mondj valamit magadról, valami érdekeset, valamit, ami bánt, akármit! Mesélj a szüleidről, vagy a vágyaidról, vagy akármit, amit nem bírsz már magadban tartani, és el szeretnéd mondani nekem. Itt a nagy lehetőség! Hallgatlak. Hát, van egy visszatérő álmom. 3 hete folyamatosan ezt álmodom. Hát a kurva Isten te álba fingott román faszát! Hát miért nincs itt föltakarítva? Nem hiszem, ezért fizetjük a takarítónőket? Meggenyó mindig éjjel kap szívfaszt, mert nincs föltakarítva. Lőrinccel figyeljük az eseményeket, de érdekes módon kisebbek vagyunk. Ezt mondjuk tényleg nem értem. Most már kénytelen leszek beszélni Dumbledore-ra. Egyszerűen így nem tudok aludni, hogy nincs föltakarítva. Aztán jön a polgármester. Na öcsikej, mi az hangfal, de nem szólhat szar hangfal? A taknyom repült, annyira röhögtem ezen a poénján, polgármester úr. Öcsém, tetszett a poénom? Az nem kifejezés, polgármester úr. Mindjárt bemegyek a fürdőszobába, aztán lehúzom magam a vécén. Annyira röhögtem. Maga lehetne az új igazgató. Don Dumbledore egy csicska magához képest, polgármester úr. Mostantól maga az igazgató, meghajlunk maga előtt. Hát, öcsikény! Megyek és összeírok pár poént. Viszlát! Aztán az a picsa megszólalt Dumbledore hangon. Meggenyó, hát mi van, golyót akarsz? Maga már itt nem ad golyókat. Aztán Lőrinc valamire elkezdett csodálkozni. Ugye mekkora baromság? Igen, hatalmas baromság, de nem gondolkodtál még el azon, hogy miért álmodod ezt folyamatosan 3 hete? Lehet valami jelentés? Nem tudom. Ez jó volt. Még nincs vége, várjál már. Nem is láttam még ilyen gyönyörű, kurva szép fürdőszobát, Lőrinc. Beleszartam egy csapba, de ott volt a polgármester meg Lőrinc is. Hogy húzod le a WC-t? Fingom nincs. Azt se értem, miért a csapba szartál, Albert? Ez a csapba szarás az álmodban lehet, hogy egy kisebb kori emlékethez fűződik. Mit gondolsz erről, Albert, ha? Nem hiszem, de még nincs vége. Hirtelen egy kút jelent meg a fürdőszoba közepén. Hirtelen erről egy poén jutott eszembe, gyerekek. Mit csinál az, aki mély kutat lát? Elfut a gecibe. Meg kell nézni, hogy milyen mély ez a kút. Ugorjon le és nézze meg! Erről egy poén jutott eszembe, gyerekek, megint! Ugorjál már fészekfejű! Végül is a poén az várhat egy kicsit! Hadd mondjam már el! Lőrinc! Ez kurvára meghalt! Hát szóval, lényegében ennyi. Ekkora baromságot még az életemben nem hallottam, Potter Albert. Mi jöhet még? A Bidor mondott valami beszédet. Az ex-igazgató szólna pár szót. Na gyerekek! Én is bekerültem hozzátok az intézetbe. Mostantól én is golyót kaphatok. Még a takarítónő meg a kukás autósofőr is adhat nekem golyót. De ami a leges-leges legfontosabb. Mostantól akárki, bárki. Megalázhat és megverhet. Ha? Hát ez tényleg nagyon érdekes. Van esetleg még valami érdekesség? Valami, ami tényleg bánt téged? Mert nem hiszem, hogy ez az állam annyira zavaró lehet. Hát megmondom őszintén, én használom, hogy egy fasz kerget, de amúgy erről nem akarok beszélni, ugye nem baj? Szava Lőrinc. Beszélnünk kell. Bocs, de én csak Edwarddal beszélek. És a hátad mögött mindenkinek Edward Cullen a barátja. Leszarom. Csak elnézést szeretnék kérni.
De miért akarsz elnézést kérni? Mert már nem én vagyok a menő, hanem Edward. Father! Te jó ég! Te most tényleg elnézést kész azért, mert nem te vagy a menő, hanem Edward Cullen? Ezt tényleg jól hallottam? Megbocsátok neked, Father, de örülnék, hogyha ez nem fordulna elő többet. Amúgy annyira már nem is jó fej, Edward. A legjobb barátom. De még egyszer se beszéltünk. Lőrinc, bazd meg, én téged kurvára nem értelek. Szerintem egy picit hülye vagy. Lehet. Majd csináltatok egy CD-t a fejemről. Alberta, nem vagy normális, komolyan mondom, hülye vagy! Egy tegnapi interjúban Potter Albert azt mondta, hogy 3 hete egy fasszal álmodik. Mi van? Hát, Potter, én ezt nem gondoltam volna rólad. Nahogy bevedd! We're met with regret, memories that we'll both forget.